Egy osztályban Levente benne van a 10 legidősebb és 10 legfiatalabb tanuló csoportjában is. Legfeljebb hány gyerek van az osztályban? 10, 19, 20, 21 vagy 30? Az a szó, hogy legfeljebb, az azt jelenti, hogy maximum mennyi gyerek van az osztályban. Na nézzük, ezt figyelembe véve foglalkozzunk először a 10 legidősebb diákkal. Legyen itt a 10 legidősebb diák, ahhoz, hogy a lehető legtöbb gyerek legyen az osztályban, ahhoz az kell, hogy Levente ezek közül a legfiatalabb legyen. Nézzük a 10 legfiatalabb diákot. A 10 legfiatalabb diák esetében, ahhoz, hogy megint a lehető legtöbb diákról beszéljünk, ahhoz Leventének a legidősebbnek kell lenni közülük. Most akkor rakjuk össze. Van 9 darab Leventétől idősebb gyermek, van 9 darab Leventétől fiatalabb gyermek, Levente pedig pontosan középen van. Tehát a megoldás 9, meg 1, meg 9, azaz legfeljebb 19 diák lehet az osztályban.